Hello mindenkinek! Ez itt újra a Steam Gaming. És most, amint láthatjátok, a Borderlandet fogom megmutatni single playerbe. Mivel hogy az online game mód hoz regisztrálni kéne a GameSpy-ra, de az már megszűnt. Mindegy, úgyhogy nem bírok játszani. Kóba se, mindegy. Megmutatom. Majd megmutatom azt is, ezt kitörlöm, ha bírom. Mert ez nem kell. Na, megmutatom nektek. Így kezdődik. Aki játszott fele az. So, már nem you érdekes. Want to hear a story, huh? One about treasure hunters. Have I got a story for you? Persze, Pandora. This is our home, but make no mistake. This is not a planet of peace and love. Say it's a wasteland that is dangerous, that only a fool would search for something of value here. And perhaps I am a fool. But do not be fooled by what Pandora appears to be. There was a legend. Many people tell it. The legend of the vault. My father would always go on about the vault, even with his dying breath. Advanced alien technology. Ja igen, bocsi, a pixeles képért, az FPS megőrzése érdekében lehet véve, nem mondom meg mennyire. Well, I have a story you may not believe, but I tell you it is true. The legend of the vault is real, and it is here on Pandora. And let's call her a guardian angel, appeared to guide the vault hunters to their prize. The tale begins right here, on Pandora, with the brave vault hunters, the guardian angel, and most importantly, me. Aha. Megmondhatatlan ez a videó. Alright back there, time to wake up. It's a beautiful day, full of opportunity. No rest for the wicked until we close our eyes for good. Na szóval, itt kell kiválasztani, hogy kivel akarunk lenni. Kicsit bepakol, mindegy.
Ugyanezt elmondja most a buszos csávó is. Az a lényeg, hogy itt van ő, Roland, Combat Rifle and Shotgun fegyverekkel, vagyis hát azzal szokott tartani meg minden faszom, mindegy. Tehát aki szereti az inkább az ilyen Combat Rifle és a shotgunokat, akkor vele legyen, én őt ajánlom. Hát Mordecai Hunter, ő, ugye amint látszódik is, oda van írva, oda, a Sniper Rifle and Revolver. Ugye Sniper, tudjuk micsoda, a Revolver, aki nem tudná, az a régi, de kurva erős fegyver. Persze, nem mindig régi, de na, mindegy. Az action skill-t még nem tudom mi, mert nem játszok vele annyi ideje, mindegy. Elfelejtettem a nevét, na mindegy. Explosive weapons and his feet. Ja, hogy ő kurva nagy fegyverekkel, mint például aknavető, még ilyenekkel harcol, és a his feet, hát az erejével. Nagy kidúrt állat. A csaj, Lilius, mindegy, ő SMG-vel, meg ilyen kis, gyors fegyverekkel harcol, mert hogy ő is gyors, gyenge, ilyenek, mindegy. Ki mit szeret? Én sniperezek. Don't be alarmed. Igen? I need you to stay calm. Igen, ez fontos. Ez a kis kép általában a jobb felső sarokban szokott megjelenni, csak itt az elején van teljes képernyőbe. Az a lényeg, hogy ő a történetet ő vezeti le, hogyha megjelenik a jobb felső sarokban ez a kép, akkor tudjuk, hogy a történetet folytatjuk, és nem külön más kombetet, vagy izét. Mi a szart? Mindegy. Igen, és az a kis bábú is fontos, mert az mindig sok pénzt ad. Az gyűjteni kell, mert az sok pénzt ad. Mindegy. Leküld a buszról szépen. Jó, el is megy, kész. Na szóval. És kezdődik a játék. Egy tutoriállal, amit az a kis robot fog nekünk demonstrálni. És követni kell, mert ha elhagyod, akkor nem fog menni a tutoriál, és nem tudsz tovább menni. Tehát nem lesz olyan gyors. Welcome. TP. You may call me by my locally designated name, Claptrap. Before continuing, please accept this echo communication device and heads-up display, provided free of charge by the Doll Corporation. Rendben, bebútol. Nem értem miért, érdekes amúgy ez az egész. Mert hát emberek vagyunk. Na, a történet lényeg az, Pandórán járunk, amint elmondta az egésznek a legelején. Great! I detect that your echo device is fully functioning. This way, please. És ezzel azt akarom mondani, hogy Pandóra, ugye? Mert volt ez a
keressünk új bolygót, láz, mert ez el fog pusztulni, mert a Föld el fog pusztulni, ahogy a az Avatarban is láthattuk, a filmben úgy értem. Persze onnan, nem mondom azt, hogy kopizzák, nem mondom azt, hogy lekopizták az egészet, mert nem igaz. Az az egésznek a lényege, hogy jött ez a Pandora láz, jól hangzik a neve, megállítólag tényleg létezik, csak a kormány titkolja, de ez mindegy, ebben én nem mennék bele. Ez politika. Én nem akarok belemenni a politikusba. Oké. Itt kiválaszthatjuk magunknak a ruhánknak a színét, meg a nevünket. Most ez lesz. Így. Fasza. És akkor ezt kell kilépünk. WC! Booty! Jó van, ne, haladjunk. De igen, itt majd lesz egy fontos rész. Jönnek az autók. A kis robot meg fél tőlük, mert hogy bántani akarják. Ennek is lesz majd lényege. Majd későbbiekben meg lesz mutatva. Igen, itt lőtt is rám, vagyis hát a robotra, de a tigra az már nem volt itt. Mindegy. Igen, kinéz, hogy elmentek el. Cuki kis robot amúgy. Jó, töltés, töltés, de faza, akkor is. Na, lőjé, azaz, fejbe lőttem. Leesett a keze, ott van. Na, várunk fel a gomb, bazd meg. Baszom el ennyire a quickscope-ot most komolyan. Nézd, headshot. De jó rög. Bum! Miért nem lőd? Azért. Na, meddig lőjön meg. Nem bír eltalálni, pedig itt állok előtte. Igen, ilyen ládákban vannak a fegyverek. Jól van. Oké. Igen. Ível megnyitjuk az inventory menüt. 12, 10, hát akkor marad az. Még jó, hogy a falat üti, és nem azt a kis dobot. Oh,
az ott az élet. Jó. Pénz. Az is fontos, azt, hogy gyűjteni kell, mert abból gyűjteni. Fegyver. Lőszer. Pénz. Aj. Level up! Kettes szintű lettem. Oké. Okay. Júú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 ú
Attention, citizen of Firestone! There is no cause for alarm! This new visitor has resolved the problem! Ezt még megmutatom. Doktor Zed. Ő is fontos, mindig hozzá kell jönni, hogyha a történetet folytatok. Igen. Elfogadtuk a küldetést. Igen, betölti az objektet. Depending on what mission is currently active in your mission log. Jó. Igen. És itt ő itt Dr. Zed. Fú. Jó. Tutoriálból legyen most ennyi. Megmutatom füves macit. Ő 21-es szintű, ugyanolyan Hunter. Hát... Mennyi? 11 órát játszottam vele. Fasza. Persze ez már másik részén van a játéknak. Ahogy gondolhatjátok, a történetben is előre haladtam. Már van attól. Amit 10-es szinten lehet megszerezni. De pillanatok alatt föl lehet vinni 10-esre. És persze, hát ilyen is van. Meg ilyen. Meg ilyen. Meg mindenféle hülyeség. És itt már 3 fegyvered lehet. Nem csak 2. Igen. Bolt. Ezt nem kell. Ez kelleni fog. Ez is. 16 000 van, hát rohadt kevés, mi lehet vele? Most. Igen, a mappen megbírod nézni. Hát, most mutatok nektek egy rohadt nehéz küldést. Nem bírtam még megcsinálni. De hülye vagyok. Bakker. Miért így megyek? Igen. Így. Beszállunk. És indulunk. Piros autóm van. Erre kell elmenni. És bevegyünk a csatatérbe. Benn vagyunk. Előről kell kezdeni.
Megcsapom. Boom. Ott a mod mell. What the fuck? Igen, elportolunk. Hát, nem tudom. Valami iszonyat nehéz ez az egész. Úgyhogy nem nagyon mutogatnám én ezt így nektek. Ha nem baj. Inkább megmutatom a többi részét. Ja. Ha hallgattok rám ebben a ezzel a játékkal kapcsolatban, akkor jobban megéri úgy játszani, hogy először fölfejlődtök mellékküldetéseken, aztán folytatjátok a történetet, mert különben ennyire nehéz lesz, hogy nem bírjátok megcsinálni. Na. Mutatok még nektek egy-két dolgot. Hát, nem is kell mutatnom. Mert hogyha tényleg el akartok kezdeni vele játszani, akkor nem kell hozzá sok mindent tudnotok. Egyszerű játék, kész. És kész. Nem akarok többet mutatni, mert aztán lelövöm a poént is. Ennyi. Na, hát akkor, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára. Nem, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok. Ha tetszik az, amit csinálok, akkor akkor iratkozz fel a csatornára. És hello, legközelebb.